Pétervására a 2014-2020-as települési operatív program keretein belül közel 800 millió forintot nyert. Ez két programon, két sikeres pályázaton keresztül valósította meg. Az egyik pályázatunk az úgynevezett Zöld Város program, ez egy komplex program, amelynek a maga megvalósítása is két éven keresztül tartott. Ez a program, ez a pályázat, ez infrastruktúrális fejlesztéseket, közösségi terek fejlesztését, épületek vásárlását, felújítását, piacterünk megújítását, illetve úgynevezett soft programokat is tartalmazott, ahol különböző célcsoportok számára bűnmegelőzési rendezvényeket, vásárokat, különböző találkozásokat, beszélgetéseket szerveztünk. Nagyon sikeres volt egyébként a program. Körülbelül 10-12 eleme volt ennek a Zöld Város programnak. A másik, amire valójában nagyon-nagyon büszke vagyok, egy bölcsöde építés, a top települési operatív programok másik nyertes pályázata. Vadonatúj bölcsödét kaptunk 170 millió forintból. Minden igényt kielégít. A legújabb és a legfejlettebb technológiákat tartalmazza, a gyermekek első héten igénybe vették, megtelt a bölcsöde, úgyhogy nagyon sikeres a program, nagyon örülök neki. Aminek még nagyon örülök és büszkén mondom mindenhol, hogy a települési operatív programjainkban elnyert pályázataikat határidőre megvalósítottuk, és az előre eltervezett összegből sikerült megvalósítani ezeket. Másik nagyon fontos pályázati forrás a Magyar Falu program. Ugye Pétervására város, de a lakosság száma alapján jogosultak a Magyar Falu programban is beadni pályázatokat. Itt is eddig 4 sikeres programunk van. Ezek kisebb összegű programok, illetve pályázatok. Összességében 40 millió forint értékű program, de ebben orvosi eszközöket fejlesztettünk. Művelődési házunkban sikerült nagyon jó programokat megvalósítanunk, egy picit felújítanunk, óvoda, udvar sikerült rendbe tenni. Tehát a Magyar Falu program egyik sajátossága és fontos eleme az, hogy a kis települések igényeire is reagál. Én, mint kisvárosi vezető, rálátok a járás többi településére is, és látom, hogy a Magyar Falu programban pontosan azokat tudják megvalósítani, azokat az igényeket tudják kielégíteni, azokat a terveiket tudják felépíteni, amelyekre szükségük van. Ez nem biztos, hogy mindig több 10-100 millió forintos program, alapesetben néhány millió forintos, de számukra nagyon fontos, és a könnyített pályázati kiírásnak, a könnyített pályázati eljárásrendnek köszönhetően a kis települések ezt nagyon jól és hatékonyan meg tudják valósítani. A Magyar Falu program Bozonád életében döntő jelentőségű. Ahogy említettem, Bozonádon a népesség fogyáson drasztikus mértéket öltött. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Falu program hozzájárult ahhoz, hogy ez a negatív jelenség megszűnjön, és örömmel számolhatok be arról, hogy a lakosság szám növekszik Bozonádon. Nagyon sok gyermek születik, és én azt hiszem, hogy a programnak köszönhetően a településre érkezők azok azt látják, hogy a település szépül, komfortosabbá válik. Hozzá kell tennem, hogy nagyon fontos az, hogy a pályázathoz nem kell önerőt tennünk, hiszen a településnek nagyon sok bevétele nincs. A kötelező feladatellátás szinte az összes pluszforrást elviszi. A pályázatoknak a lebonyolítása nagyon egyszerű. A pénznek, a pályázati források a elbírálás követően 5 napon belül a számlánkon vannak. Egyszerű a lebonyolítás, egyszerű az elszámolás. Mi a 2019 évi pályázatokkal már elszámoltunk. 2020-ban újabb 4 programelemre pályáztunk. Ebből 3 már elbírálásra került és pozitív kifejlett következett be. Folytatódik a település komfortosabbá válását szolgáló intézkedéseink, és én azt gondolom, hogy ez az út, amelyet a döntéshozók biztosítottak számunkra, hozzájárul ahhoz, hogy a település még nagyon sokáig élhető és
és mindenki számára vonzóvá válhat. Tehát a Magyar Falu programról és a top 2-ről adtunk mai napon tájékoztatást. A Magyar Falu program egy folyamatosan növekvő keretösszegű program. Itt a polgármester kollégák elmondták azt, hogy milyen előnyökkel jár a települések számára ez a kormányzati program, és elmondták azt is, hogy egy viszonylag egyszerű programról van szó, aminek eredményeként minden egyes település nagyon szép sikereket érte az elmúlt időszakban. Én magam pedig a top 2-ről a következő tervezési időszakról adtam tájékoztatást, hiszen a top 2 indul 2021 tavaszán reményeink szerint, és annak érdekében, hogy minden egyes település anyagi helyzetétől függetlenül hogy nagyon feltételekkel tudjon indulni a top 2 kiírásainál, ezért egy pályázat előkészítő alapra pályázik a Heves megyei önkormányzat, és ettől azt reméljük, hogy abból a 250 millió forintos összesen pályázható összegből azokat a kis településeket fogjuk tudni segíteni az elkövetkezendő időszakban, akiknek problémát okoz, esetlegesen a tervek elkészítése, illetve a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok összeállítása. Így próbálunk egy kicsit kiegyenlíteni, hiszen mások a lehetőségek, mások a települések, de azt szeretnénk, hogyha mindenki egyenlő esélyekkel állna a rajtvonalnál 2021 tavaszán.